Nézzétek, kiskörös határon vagyunk Tabdi fele. Hát itt annyira, hogy itt még itt az oszlopokat is összeszedték. Nem csak a felső vezetéket szedték le. Tehát ez úgy néz most ki, mint egy jobb állapotban lévő vicinális vonal, de ez tévedés, mert a 150-es. Forduljon jobbra. Úgy lesz, most egyébként Tabdi fele megyünk. Csak itt az a földút, ami itt van, az nem járható biciklivel, mert felszólták homokkal is elsüllyedt benne a kerék, úgyhogy most itt a szervíz úton fogok menni. Itt szerencsére már majdhogy nem végig megvan a sinek mellett, ugye két vágányú volt kis köldösség a pálya, tehát itt ez a második vágány helyen, itt legalább lehet menni. Na, vasúti átjáró, 966-os szelvény, és bizony kresztáblaként, hogy biztosítás mondja megváltozott, hát innen is leszerelték a fénysorompót. Úgyhogy egy felső vezeték, ugye bízbelt, itt már azért leszereltek mindent, itt már tényleg csak ugye, állomástábla lehet közlekedni. 956-os szelvény, útátjáró, hát ez valószínűleg egyébként szerintem ez is fénysorompós volt valaha, nem hiszem, hogy itt egy fővonalon még voltak biztosítatlan átjárók, de itt nem látok rá nyomokat, bár mondjuk, de szerintem ott litteltett a bízbel szekrény. Hát vissza kell majd nézni a videókat, mert szerencsére azért elég sokan filmeztek még itt az utolsó napokban, így végigmentek a vonalon, hogy megvan-e minden, hát meg hogy legyen róla kép. És ott már mutatja, majd jelzi a következő átjárót, és hát ezt nézzétek meg, tehát itt azért ilyen szőlőföldek vannak, meg is vannak itt, és ezért nem lehet ezeken a földekon rendesen biciklizni, mert felszórják homokkal. Ugye gondolom azért, hogy a traktorok azok könnyebben el tudjanak menni, meg hát itt a mezőgazdasági munkagépek. Hát viszont ez azzal is jár, hogy biciklivel meg nem lehet rajta közlekedni. Ja, hát te errefele meg akkor a semmi, és akkor ugye Tabdi. Hát te kb. 1 kilométerre szerintem Tabdi, innen, hogyha jól satszoltam be a térkép alapján. De hát követve a sineket biztos meg fogom találni. Na. Hát közeledünk Tabdi megállóhely fele. Én ott látok a háttérben egy esőbeállót, szerintem az már az lesz. Gyerek, itt van egy patak, és ugye itt a bizonyíték, hogy ez kétvágányú vonal volt, hogy széles a töltés, és a híd is megvan. Hát ezt már eleve úgy építették, hogy kétvágányú legyen, és kisköldösig le is rakták a második vágányt. Aztán 1920 után felszedték. Na most pedig majd felújításkor ugye megint le lesz rakva. Na, haladjunk tovább. Aztán majd Tabdi megállóhelyre, hogyha odaérek, akkor majd arról részletesebben. És akkor Tabdi megállóhely, hát látjátok, hát itt nagyon a semmibe van. Hát ez az út vezet a magához a faluhoz, itt. Hát ezen a földúton lehet menni, és a másik oldalt is csak egy erdő van. Akkor mondjam, mutatom, csak pont úgy süt a nap, olyan nagyon látszik, itt van egy esőbeálló. És ennyi az egész, meg hát ugye a peron. De ez a megállóhely meg fog szűnni a felújításkor, és hát érthető is, mert itt ez tényleg távol van mindentől, tehát ez érthető, hogy ezt megszüntetik, mert nem hiszem, hogy olyan nagy forgalma lenne. Ugye, hát na, tessék, megmutatom, hogy ott az út, és ezen keresztül lehet a falut elérni. Na, 937-es szelvény. Na, ott volt a fénysorompónak az bízbel szekrény, vagy kapcsoló szekrény is. Hát látjátok, helyzet változatlan. Viszont az szép, hogy innen az oszlopokat is hogy eltüntették. Viszont innen az is látszik, hogy mivel itt a második vágánynak végig megvan a helye, ez már az a szakasz itt, rából nem indokolja semmi azt, hogy ne lehetne a forgalom fenntartása mellett dolgozni, mert a második vágányt azt ide mellé lehetne építeni. Aztán lehetne azt csinálni, hogy átkötni arra, amikor az készen van, és akkor felszedni ezt. De hát valamiért ezt nem gondolták, hogy ezt így kéne, pedig hát ezzel a tempóval, ahogy halad a munka, szerintem simán mehetett volna úgyis. Na, ezt nézzétek, 924-es szelvény, földutas átjáró, hát és arra felhaladunk tovább. Ott már valószínűleg volt egy bejárati jelző, és itt még sínszálak is vannak lepakolva, nem eddig. Hát Csengőd állomás itt van már a közelben. Itt viszont dolgoznak egy átereszten, és a vágány is megszakadt, tehát itt már nem folytonos. Tehát bizony, hát ebből már látszik, hogy csak Kiskunhalas felé lehet kiszolgálni, a Kiskörös felől a növényolajgyára. Tehát itt már biztos nem fog a súti jármű jönni, legalábbis másik irányból nem.
És ott a háttérben is valami dolgozik. Hát ezt meg kell kerülni. Na, és itt van csengőid előtt még egy áteresz, tehát itt dolgoznak. Sőt, itt mintha az egyik már készen is lenne. Már a pálya itt is megbontva. Ja, 908-as szelvény. Egyébként csengőd pedig a 900-asnál van. És ez már csengőd. Itt van a depó. Sínszálak, betonaljak. Nem is, itt már zajlik az építkezés. Ha mindjárt megnézem, mennyire van szétszedve az állomás. Csengőd állomás. Meg hát így néz ki, errefele. Ugye itt már az egyik mellékvágány fel is van szedve. De ez a kettő megmaradt egyenlőre. Azt hiszem ez az átmenő. És itt van a felvételi épület. Hát a szolgálat az már nincsen. Az emeleten pedig ott az szolgálati lakás volt, és az még lakott lehetett. Mostanáig ugye ott látjátok, oda van bekötve az a tévé antenna. Hát nem tudom, hogy most lakják-e. És most ott pedig már depózva az új aljak. Valószínűleg ezek, amiket ott a másik oldalon mutattam, ezek a felszedettek. Hát pedig rengeteg mellékvonal ödülne neki, azért remélhetőleg ezt beépítik valahova. Már igazán rá lehetne erre szokni, amikor ennyi igazából mellékvonalaknak még jó minőségű alj van, meg sínszálak, hogy azt fel lehetne használni. És akkor itt van csengőd az utcafrontról. Ugye szintén ott a tájékoztató tábla, és itt van egy ilyen melléképület, valószínűleg ebben volt a WC, abban meg a bizbel. És hát akkor tovább. Na, ezt nézzétek, egy kitölt oszlop. Bizony. És ott vannak a szigetelők is. És arrafele van még több is, tehát itt azért kidöntögették az oszlopokat már, de még nem vitték el. Ezt nézzétek. Így néz ki egy pörgetett vasbeton oszlop, és esetleg így néz ki belülről. Ugye itt kibodogatott oszlopok megvannak. 884-es szelvény, és eddig megvannak az oszlopok, innestől kezdték el kidönteni. És Solcentina lesz majd a következő megálló. Egy újabb útátjáró, és ott volt valahol a fénysorompónak a kapcsolószekrénye. Látok tovább előre, Solcentina fele. Itt végig megvannak az oszlopok. Érdekes módon 884-es szelvényig meg már kidöntögették őket. Valószínűleg fognak majd errefele haladni, és a régi oszlopokat itt ugyanúgy ki fogják dönteni. És Solcentina megálló hely. Látjátok, errefele. Ez ugye egy pad, esőbeálló nincsen. És itt is van egy kidöntött oszlop. Hát ezt elflexelték. Viszont a pörgetett vasbeton oszlopok itt is megvannak. Itt még van egy tábla. Itt meg egy oszlopmaradvány. Hát ennyi maradt a megállóból. Hát ha ide ér a felújítás, valószínűleg fog épülni itt egy esőbeálló. És arrafele tovább. Hát ez a 810-es szelvény környékén van valahol ez az átjáró, és itt én nem látom a kereszttáblát kint, hogy megváltozott a biztosítás múlt. Hát itt nem tudom, hogy volt egyáltalán fénysorompó. Bár ezek a ezek gyanúsak, tehát ez lehetett a fénysorompó talpa. És hát haladunk tovább. Fülöpszállás lesz amúgy a következő állomás. De itt legalább az út egyenes, és lehet végig rajta menni. És ez már majdnem Fülöpszállás állomás. Nézzétek, itt van a Deltának a kiágazó váltója. Hát igen, ezt a deltavágányt ugye már nagyon régóta nem használták. Ugye a másik kiágazás ott, ahol a 152-es van, hát ameddig az be nem zárták, addig az ott volt használatban. Meg azon időnként azért a PFT végig megy egy omírtásra. Viszont ennek a Deltának akkor lesz jelentősége, hogyha megépül majd a Vénul és errefele, mert akkor viszont ez fontos lehet, hogy itt menetirányváltás nélkül ki lehessen járni errefele. Úgyhogy remélhetőleg meghagyják így átépítéskor is, vagy legalábbis a lehetőségét annak, hogy be lehessen ide újra csatlakoztatni. Ezt nézzétek, és akkor itt van a kiágazás, ott van egy védőcsonka. És akkor mindjárt mutatom, itt van egy fénysorompós átjáró, ahol az egyik részen nem zacskózták le a fénysorompót.
közelebb megyek, megnézek, hogy megnézem, működik-e. Hát nem működik. Látjátok? A másik oldalon rajta van az acskó. Hát ide valamiért nem jutott. De látjátok, nem működik. És itt vagyunk már a 152-es vonal kiágazásánál. Hát három fénycsulompó, és csak egy van lezacskózva. Viszont itt meg kim van a járhatatlan pályarész kezdete tábla. És arrafele megy a 150-es. Ezt nézzétek. Ismét egy átjáró, ahol ugye, fénysodompók eltakarodás, vagy sodompók leszerelve. Ott van a háttérben egy rádiótorony, ami hát nem tudna, hogy mire való. És ami érdekes, hogy ez bizony már fülöpszállás. Ott van egy vízdarú a háttérben, ezt megmutatom. Az lehet, hogy túléli az átépítést. És itt vannak a felső vezetéktartó oszlopok egy kupaszba lepakolva. Hát a vágányhálózathoz meg ilyen szemlátomás nem nyúltak, csak a felső vezetéket szedték le. Na de mindjárt bemegyünk és megnézzük. Ezek, Fülöp szállás, állomás az utca felől. Na, ezt nézzétek, és akkor itt van Fülöp szállás. Hát, vágányhálózathoz itt nem nyúltak még. Ja, a rakodó vágány van vörös négyzettel kizárva. És arrafele tovább. Ezt nézzétek. Ilyen vastag ezért alapzata van egy oszlopnak. És akkor itt van. Fülöp szállás, állomás. És itt a váltókörzet vége, itt van ez a híd, és innentől tovább. Az egy vágány. Ezt nézzétek, szabad szállás előtt vagyunk. És itt egy biztosítatlan átjáró. Most már az, egyébként valószínűleg itt is fénysodompó volt. És látjuk, és itt még az állomáson dolgoznak, és itt van egy őrhely is. Ugye ez valószínűleg sodompő őrhely volt egykor. Megnézem, mert úgy látom, ez is üresen áll. És akkor irány tovább. És itt volt a villanyó, de az le van szerelve, úgyhogy már biztos, hogy nem laknak. Viszont itt van az ajtó, úgyhogy benézek. Na, hát ez tessék, nézzünk be. Itt semmi. Hopp, itt egy pince. Na oda viszont nem megyek le. Ez volt az egyik szoba. És ez pedig a másik. Hát, semmi extra. Innen már mindent eltüntettek. Nézzünk fel az emeletre. Itt a WC. Ami jó, hogy nem potyantós, különben lehetne szarni az ember fejére. Ez volt valószínűleg a fürdő. És akkor itt volt még egy szolgálati lakás. Hát ugye áram nincsen. Meg ott van a falon a kályhacső kivezetője, tehát ilyen szeles kályhás tüzelés volt. Ajjaj! Itt viszont meg már leszakadt a plafon. A parkettát is felszedték. Jó, hát akkor ez ennyi. Ja, és itt lesz a padlás. Hát, óvatosan felesek, de hogyha a plafon ilyen állapotban van, akkor nem fogok rámenni. Látjátok, ott is már náluk van. Nem megyek rá, mert ez beszakadhat. Egy része már beszakadt. Mindig, tehát én meg azért nem vagyok pillekönnyű, úgyhogy ezt nem vállalom le. Na, ezt nézzétek, itt van szabadszállás állomás épülete egyébként. Ez is
egész szépen fel van újítva, hogy ezt most újították fel a átépítésnél, vagy egyébként. A vágányok felől oldalon is képeket csináltam, mert videót is fogok mindjárt, de csak így pásnittet, mert itt most dolgoznak. És előtt még van egy ilyen felirat is itt a betonba. Hát ezt nézzétek, és akkor itt már hozzányúltak az állomáshoz már. Már a sineket is szedik följebb. Ugye itt a B+ parkoló elé ide betontömböket lakottak. De van még itt egy emléktábla is. Bem József altábor nagy. És itt vagyunk. És igen, és itt dolgoznak már a munkagépekkel, és itt már elkezdték a sineket is felszedni. Aztán csak nem a Solti rádiótorony. Az irányszög szerint annak kéne lennie. Nagyon halványan látszik. Ez ismét egy vasúti átkelő, ami ugye biztosított volt, és most már nem az. Legalábbis átmenetileg. Itt jelzőrös tábla volt kint. És arrafele tovább Bösztör felé. És itt vannak a kidöntött oszlopok összezúzva. Itt vagyunk már Bösztörnél. Erről jöttem, azért látjátok. Itt azért szépen kidöntötték az oszlopokat, beton alapokat is szétmorzsolták. Hát egy-két helyen le is kellett a biciklivel szállni, mert teljes szélességében eltorlaszolták az utat. És itt van az állomás. Mindjárt itt már a váltókörzet van hamarosan. Mindjárt közelebb megyek itt, szemlátomás, nem dolgoznak. És akkor itt vagyunk Bösztör állomás felvételi épületénél. Szintén típus terv, az emeleten szolgálati lakások voltak, de hát, mint látjátok, OSB lap, ami mindenre jó, mint tudjuk. Fel van szerelve egy légkondi, az valószínűleg a Vízbernek volt. Én gondolom, bepakolták a Vízbert a felvételi épületbe, és annak kellett. És hát arra fele tovább, Kunszent Miklós. És akkor itt van a vágányok felőli oldal. Melléképület, WC-vel. És erre fele, vagy hát erről jöttünk, ilyen szabadszállás felől, és erre tovább Kunszent Miklós felé. Egyébként Kunszent Miklósnál is először a delta vágány lesz majd, amit észre fogunk venni. Kunszent Miklós után meg már Dömsödjön, és utána kis Hunvacháza. És terv szerint ott lesz vége a mai bejárásnak. Egy kis Hunvacházától már át lehet menni Rászkevére, ott a Kisdunán van egy híd, és akkor a Rászkevétől már lehet menni hévvel, nem kell Budapestig biciklivel menni, mert az már kicsit sok lenne. Ezt nézzétek, az 571 szelvénynél vagyunk, egy földutas átjáró, ami szintén fénysorompós volt, de hát itt gyakorlatilag majdnem mindegyik átjáró az volt. És körülbelül egy olyan 3 kilométerre van Kunszent Miklós. Ott a háttérben az a víztalony, az már oda tartozik. És ezt nézzétek, ez már Kunszent Miklósnak a széle, mondhatni. Itt ágazik ki a delta vágány. És így átjátok így arrafele. Tehát innen már csak egy másfél kilométer maximum az állomás. Kunszent Miklóstas. Tehát már a delta vágány másik része. És arrafele van az állomás. Na, itt vagyunk Kunszent Miklóstason. És eddig a drót is megvan. Erre jöttünk, hát a váltókörzet végéig megvan a drót. Szóval a raktárépület, mérlegház. Tehát itt még annyira se haladtak, mint eddig. És itt van az utcafronti része Kunszent Miklósnak. Hát itt se sok minden történt még. Itt van a pálya tovább Dömsöd fele. De itt most már elhagyom a vasutat, mert kicsit megcsúsztam, úgyhogy most ide annyiélesen rászkelve innen. Hát egy ilyen 5-6 kilométert nyelek, hogyha nem megyek el Dömsödig a sidek mellett, hanem egyenesen rászkelve fele megyek, arra meg most szükség van. Úgyhogy egyenlőd, akkor ez ennyi volt ez a videó. Megnézd, mondgatom még a másik felét. Itt van a Kunszent Miklósi állomásnak a másik vége. Hát látszik, hogy itt még nem nyúltak semmihez, még a felső vezeték is megvan. Mondja, akár idáig a közlekedést is fel lehetne tartani. Na hát akkor ez a videó az ennyi lett volna. Úgyhogy még lehet, hogy rászkevédő vágok be sütteket, amikor oda megérkeztem, és már megyek Pöpes felé, hát majd meglátjuk.
Mindenesetre köszönöm, hogy ezt is megnéztétek, sziasztok! El is megérkeztünk Ráckevére. Innen már hévvel haza tudok menni. Hát ugye várni kell egy elég sok időt, vagy 40 percet, mire jönni fog, de hát na, az is valami, és akkor innen már ja, tehát aztán Pest Erzsébet tig elviszem a biciklit, aztán onnan meg majd hazatekerek. Úgy talán gyorsabb, mint a közvágó hittól. Úgyhogy ez a kétnapos vonalba járó videó, akkor ez ennyi lett volna, bár lehet, hogy két részletbe fogom föltenni, ezt majd még eldöntöm. De minden esetre felvétel az egy részletben volt. Úgyhogy köszönöm, hogy megnéztétek, akkor sziasztok, majd találkozunk legközelebb. Most így jöttem vagy 70 kilométert, úgyhogy már nem vagyok nagyon fit. Nagyon jó, és ráadásul kurva meleg volt egész nap, úgyhogy rendesen azért meg is izzadtam. Ugye fújkáltam magam folyamatosan egy fél flakon GZT-en sprével leégésre, de szerintem mégis sikerült. Na, de majd meglátjuk. Sziasztok!